يا ورجال، فيتنامي بچتورنان جيبر بابا يلان كازيك سكريب ماني كلام نايو وزنان بود بلامي نايو سوپر ده نايو نرولك ميبر سكريب ماني كوزونك اجيبكين كسرم سيپا نكاد اوكي يرت ازت كومنت تجل يان سكريب ماني كمان اجازابور اسم بيوتت تجل ماني رأي مارم ازت ياتيكوت ايش ازيرت كرشتم هزا مودوكات amint látod a leírásba. De igazából gondoljátok, hogy mi az, hogy Model Spintiles Keeper, hát az hogy oldod meg, ha egyszer igazából itt teljépíti kezelés, igazából nincsenek járművek, mint a Spintiles-be. Hát azt hogy oldod meg, hogy alapanyagot, rengeteg alapanyagot raktam be a játékba, amiből tudunk építkezni. Ugye eddig az volt a probléma, hogy igazából azért nem tudtál építeni normális dolgokat, mivel nem volt elég alapanyag, például kerékből volt két fajta, és mindent ahhoz kellett igazítanod. Ugye csinált egy rábasteget, ami megkapta mondjuk ugye a gyári kerekeket, hogy jaj, most itt megmutattam kapásból, hogy mik vannak itt, mert én már itt nézelőttem. De ugye itt van ez a gyári kerék, meg itt van ez a gyári kerék, ez a kettő fajta kerék volt a játékban eddig, amiből nagyon nem tudtál mit csinálni, mert igazából ezt a kettőt választottad, és ugye ezt a kereket kellett ráadnod itt ezt a nagyot az MTZ-re is, meg a rávastelgerre is, és emiatt ugye nem normális arányokat tudtál elérni, tehát egy ilyen pici rávastelgert csinálhattál magadnak, amelyik teljesen nem valósághű, meg esetleg csináltál egy ugyanolyan kerekű MTZ-t, ami teljesen aránytalan volt a kettő egymáshoz képest, de viszont most szeretném megmutatni, hogy miket hoztam magammal nektek, gyerekek, hát meg fogtok őrülni. Iszonyatosan sok, borzalmasan, de tényleg nagyon-nagyon sok modot. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Fú, basszus. Lengés csillapítókat, gyerekek. Amit leginkább mutatni akarok, az eszméletlen mennyiségű kerék, szövegdobozok, de a kerekek közül ugye, párat megmutatok gyerekek, vannak ilyen nagyon pici kerekek, vannak motorkerekek, ugye ez blokkméretet jelent, ugye, vannak ilyen sportkocsira való kerekek, vannak ugye különböző traktorokra való kerekek, vannak iszonyatosan nagy méretben is, vannak ezek a szennek nevezett kerekek, vannak vonatkerekek, vannak dísztárcsák, és vannak ilyen iszonyatosan nagy, mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyen kerekek. Ugye vannak ezek a nagyon pici kerekek is, ami ennek is van értelme természetesen, mert ugye lehet, hogy pont egy ilyen kellett volna valahova, amikor nem tudtad megcsinálni amiatt. Ugye van ebből egy kicsit nagyobb, vannak ugye ilyen motorkerekek, amiket most már végre tudsz egy normális motort csinálni, és nem autókereket raksz be. Vannak ezek a személygépkocsi kerekek, amivel tök jókat tudsz csinálni. Vannak ugye az ilyen jellegű kerekek, amik ilyen offroados jellegű kerekek. Vannak iszonyatosan nagy offroados kerekek, és vannak ezek a szennek nevezettek, ugye, ami ilyen homokosak. Vannak ekkora kerék, gyerekek, akkor el tudjátok képzelni, mekkora járműveket lehet csinálni, és most már végre normális arányokba tudunk gondolkozni, de nem tudok kimondani a szót, gondolkozni, azt akartam azt a szót kimondani. Na, és ha már egyszer, gondolom a címből kiderült számotokra, hogy mit fogunk építeni, ez nem lesz más, mint egy Rávesteger 300-as, mert most már talán meg tudjuk csinálni. A legfontosabb dolog, hogy a Rába 300-as meg tudjuk csinálni, válasszuk ki a kerékméretet, mert igazából ahhoz fogjuk igazítani az egész gépet, a kerékméretet. Én itt nekem magam mellett van egy Rába 300-as. Ezt a gépet lehet, hogy be is fogom vágni a... Nem túl jó minőségű gép, be fogom vágni a videóba. Azért raktam ide magamnak, hogy az arányokat lássam. Itt az arányok pontosan olyanok, hogy egy 180 centis ember, hát igazából meg is lehetne nézni pontosan méretét a keréknek, de egy 180 centis ember körülbelül akkora, mint a kerék, talán még a kerék egy kicsit nagyobb is, mint a Rába 300-as kereke. Szóval akkor egy akkora kereket kell keresnünk, mint egy ember, és azt hiszem, hogy vannak most már olyanok, nem, álló ember nincsen. Ja, nézzük meg, hogy melyik kerék lenne jó. Először is el kellene dönteni, hogy milyen jellegű kereket fogunk választani, de szerintem mindenképp ezt a balonosat kellene választani azért, mert az hasonlít leginkább a Rába 300-as kerekére. Tudom, hogy nem, a mintázaton az nem fog stimmelni, de viszont azért... Most azt akarom megpróbálni, azért rakok le többet. Mindenféle méretben, látjátok, 13-as, 11 blokk magasat, hogy lássam azt, hogy... Mégis, látjátok, mindenképpen valamit kellene lerakni, amire rá fogom pakolni ezt, ugye. Hol vannak az alapanyagok, srácok? Annyi cuccot ide pakoltam, hogy ez hihetetlen, és most már azt sem tudom, hogy hol vannak az alapanyagok.
Azok hol vannak, gyerekek? Mármint olyan, mint fa, meg beton, meg ilyenek. Azok külön vannak? Nem. Álljon meg a nászvenet, hol van? Hol vannak az alapanyagok, basszus? És annyira izé, annyira sok a cucc, hogy ez ne, tényleg nem tudom, hol vannak. Most aztán nézegethetem, basszus. Hol vannak az alapanyagok? Ezek itt külön vannak? Vagy mi a szar? Állj! Hol vannak az alapanyagok, ember? Na hát akkor úgy néz ki, hogy ezek a blokkok eltűntek, gyerekek. Utána néztem itt a interneton, és nincsen rá megoldás. Sajnos minden rosszban van valami rossz. Az, hogy eltűntek a blokkok. Na, jó van, nem hülyeskedek. Mi az? Air conditioner? Vaj, nem tudtam kimondani jól, most ne lehetem nevetni. Na, figyeljetek, az a szituáció, hogy akkor megépítjük a rabos tengerünket úgy, ahogy mi szeretnénk. Akkor kezdjük a kerekekkel. Viszont akkor, várjátok, ezt hallod, ezt nehogy eltüntessük, hanem azt csináljuk, hogy így kezdésnek legyen a fából, hogy csináljunk valami csodát, gyerekek. Miért nem tudok csinálni? Mi van? Nem is tudom használni ezeket. Hallod, ezeket ugye, ezek annyira ezek eltűntek, hogy ezeket nem is lehet használni. Jó, akkor menjetek a francba. Viszont akkor valamilyen blokkot kellene használnom arra a célra, hogy megnézzem ezt a kerék méretet. Volt itt ilyen nagyon baromi nagy, nem? Rudezat. Ja, hát úgy látszik, hogy eltűntek a blokkok, gyerkőcök. Van itt 2x10-es, na várjál ma. Ja, ezért kerék miatt nézzünk, és várjátok, csináljunk egy olyat. Külső nézet nincs, de hogy nincsen, jó van. Hát mondjuk ez aztán ilyen törpe munkucs, nem tudom, 2x10. Szerintem az kicsit kevés, 1, 2, 3, 4, 5. Azt nézem, hogy mekkora legyen az izé a verda. Látjuk így. Egy ekkora lenne a kerék, szerintem az úgy ideális, ugye? Az meg mi az? Az nem is izé, nem is egyenes, vagy mi az? Dőlünk el, vagy mi a szituáció van, gyerekek? Ez nem is egyenes, nem is tudtam, hagyod haszba. Train rail, ez egy sín, lol. Jó, oké, akkor egy ekkora kerekeket kellene felbigyeztenünk. Ez mennyi volt nekünk? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, gyakorlatilag olyan 7 blokk magas kerek, 7x4-es, azt szerintem akkor. Megnézzük a 7x4-eset, meg a 9x5-eset, azt akkor mindjárt kiderül, hogy milyen szituáció. Á, ez pici. 9x5-ös, ja várjál, hát bebugoltattam a földbe, ezt kiveszem innen. Ez elvileg valami olyan blokk, amelyik nagyon könnyű, úgyhogy ez lehet, hogy jó lesz nekünk. Már nem vagyok kibékülve vele, hogy így kell ideje, nem szórakoztatnom magam. Várjál már. De várjál, nehogy izé külső nézetbe kelljen itt nyomulnom, várj, C, ja meg a V-vel, melyik jön visszafele, X-el. Mert C, és akkor tudok a tetejére rakni? De figyelj, így se enged, mert hülyén van meg. Annyira nem jó az irányítás egyébként ennek az egésznek. Lehetne ilyen repülőmód, vagy valami csoda. Na, nézzük. Steiger keréknek szerintetek? Nézzük meg magunkat. Ez meg lehet, hogy nagy, nem? Mondjuk ez egy ilyen kis törpe úszkár ez a csávó. Jó nekem ez a, szerintem ez a Steiger kerék. Nézzük meg a másikat. Figyelj, mindjárt várjál. Ez baj, hogy ugyanoda kellene rakni, így. Az meg kicsi, hát ez kicsi, ez jó, oké, akkor az lesz. A 9x5-ös lesz a Steiger kerekünk. És akkor nekiállunk építeni. Figyeljetek, ez szerintem ez egy olyan blokk, amik igazából használható mindenre. Ez egy könnyű, és egy jármű építésre megfelelő lenne. Hogyha esetleg közben rájövök, hogy miért nincsenek meg a blokkok, akkor majd meg fogom oldani. Viszont most akkor rájunk neki kell Steigert építeni. Először is kellene egy lift nekünk. Ugye? És akkor az üléseket meg kell néznem. Remélem más működik egyéb szít. Ja, az ülés, igen. Az ülés is egy fontos szempont, hogy mekkora legyen. Várjátok, mivel tudom? Up and down. Jó van. Ez jó lesz nekünk, oké. Akkor meg kell csinálnunk mindenképpen az alvázat. Nem is tudom, mivel kezdjük. Szerintem kellene. Ezt úgy kellene megcsinálni. Ugye ez egy olyan csuklós szerkezettel van megoldva ez az egész, hogy alul is, felül is legyen egy csuklós rész, és akkor valahogy úgy fogjuk ezt összehozni. Először szerintem az elejét kellene megépíteni, az egy nagyobb felépítmény, és akkor utána talán folytathatnánk a hátuljával. Szóval, akkor azzal kezdjük, hogy megépítjük a csuklós szerkezetet. A csuklós szerkezet megépítésével kezdjük. És utána akkor úgy mégis megoldjuk, hogy
Összehozzuk a dolgokat, jó? Srácok. Én ezt valószínűleg ezt lejjebb nem fogom tudni húzni. Na. Remélem, hogy minden oké lesz itt az irányítása. Közben valószínűleg, hogy még ilyen időt is kell. Nézzük a kerék kereket, kereket mindig itt folyamatosan néznem kellene. Ez így talán... Igen, a kerék felső szintjén van a gyakorlatilag a síkja a járműnek a mondjuk úgy, hogy a padozatának, ahol ugye, jó, tényleg össze kell, ez a leginkább a méretarányokra nagyon kell figyelni. Ez lesz ugye, akkor legyünk, csináljuk meg a hátsó részét. A hátsó rész az egy jóval egyszerűbb felépítmény. Egyébként csináljuk a hátsó részét, és akkor abból indulunk ki, jó gyerekek? Csináljuk egy ilyen vászszerkezetet, és akkor azt így összehozzuk, megpróbáljuk. Nem is tudom, az ülés az hány blokk széles. Az ülés, hogy hány blokk széles, az rettenetesen fontos. Mert abból ugye kikövetkezik, várjátok, rakok ide le egy ülést, és akkor megmérjük, hogy hány blokk széles. Hát tényleg, az nekünk nagyon fontos, mert ugye akkor tudjuk szimmetrikusra megcsinálni. Az ülés az 4 blokk széles, tehát akkor 4 blokk széles, az tök szar, mert ugye jó hülyén van megoldva, mert 4 blokk széles ülés, és akkor nem nincs középső pontja. Tehát egy kicsit el lesz tolva az ülés a járműbe. Ugye ez egy nem túl baráti dolog, de hát ez van. Viszont egy hatalmas nagy járművet képzeljetek el. És nem tudom, miért külső nézetben vagyok. Ez szar. Inkább így. Így. Jó. És akkor itt lesz ugye a csuklós szerkezet. Hát mindjárt ide próbáljuk a kereket. A hasmagasság egyébként nem egy nagy a... Jó, viszonylag ugyan azért nagy, de azért nem egy olyan hatalmas, horribilis nagy a Steigernek. Szerintem, hogy megpróbáljuk megbeállítani. Így. És akkor a kereket megpróbáljuk. Ide fogjuk próbálni. Ugye 4 az ülés, tehát akkor 1, 2, 3, 4, ez elég nagy helyet foglal, tehát akkor jöhetünk is ide. Ez a hátsó része, ne felejtsük el, gyerekek. És akkor ide fogjuk próbálnunk. Most ide rakom egy méretügyileg, hogy össze tudjam hasonlítani. Ennyire nincs nagy hasmagadság a gépnek. Tehát akkor feljebb. Viszont egész jók az arányok. Egész jók az arányok. Kicsit lejjebb kell hoznom, és kicsit magasabb lesz akkor a gép. Annyit fogom csinálom, hogy ezt itt leszednem. És a kerék az nem pont itt lesz, hanem akkor készítünk neki egy ilyen helyet. Ezek most tényleg nem 2 perc alatt fog elkészülni. Remélem ezt nem bánjátok. Nézzük így. Szerintem gyerekek. Még mindig egy kicsit, mintha... Nem, ez így jó lesz. És akkor ott van felül. És akkor még egy izé kell. Még egy magasságot kell dobnom rá, mert ez így kevés lesz. De jó, hanem még egy liftet le tudnánk rakni, értitek, és tudnánk vele izélni. Liftezni, de nem tudsz lerakni még egy liftet, mert tök hülyeség. Jó, mindegy. Oké. Okay. A hátulja a Steigernek épp hogy síkba lesz a hátsó kerékkel. Szóval akkor ugye az úgy fog kinézni, hogy eddig fogjuk kihozni, és akkor itt fogjuk felvinni. Fel tudok ugrani a kerékre végül is. Igazából, ja, síkba van. A sárvédő ugye, az annak rá kell lógnia. Tehát akkor így kell ennek kinéznie. Sőt, még lehet, hogy dobok rá még egyet, és akkor a sárvédő, hogy férjen el, ugye. Ez jó lesz, oké, okay, hát ez egy kb. Jó lesz. Megcsináljuk a hátsó részét a gépnek, és akkor ez a, úgy lesz a folytatás. A hátsó rész az lényegesen egyszerűbb, ugye, elő helyezkedik el a motor, gyakorlatilag az első szekcióban van a kabin, ugye azon helyezkedik. A hátsó rész az egy ilyen elég egyszerű felépítménynek mondható. Hát itt ezt akkor ezt leszedem. Ez itt nem nyeri el a tetszésemet. Feljebb kell ugye. A csuklós szerkezet része. Az teljesen fent van. Úgyhogy arra figyelni kell. Jó, hát ez leesett. Nincs semmi gond, mert ezt akármikor ugye fel lehet dobni.
csuklós szerkezet része teljesen fenn van, és teljesen lent van. Körülbelül. Igen, teljes alul és fenn, ugye akkor minél távolabb van a kettő egymástól, annál inkább ugye stabilitást ad neki. Mi is úgy fogjuk megoldani, természetesen. Közben nézegetek. Hát figyeljetek, egy nagyon-nagyon-nagyon pro verziót próbálok csinálni, úgyhogy kapkodni nem fogok. Közben nézzétek velem együtt a Steigernek a képét, ha esetleg gondoljátok. És akkor úgy tudjátok ti is beazonosítani, hogy én mit próbálok itt kialakítani. 1, 2, 3, és a negyedik. 1, 2, 3, negyedik, és ide is jöhet. Először megcsinálok egy ilyen szerkezetet, amit ugye később ugye gyakorlatilag egy vász szerkezet, és később meg tudjuk ezt oldani, hogy még több, nagyobb legyen. Vagy még jobban be legyen burkolva, ugye le fogjuk festeni, minden teljesen jó legyen. Oké. Ide jöhet még egy kerék. Az ideiglenes, ide rakom ezt a kereket, gyerekek, nem tudom, hogy kell hozzá minden. Várjál, ez nem jó. Egy lejjebb kell a kereket. Úgyhogy ez így. Most ez jó lesz, itt lesz a hátsó rész. A hátsó rész ugye itt, ez tök jó lesz. Itt a sárvédő gyakorlatilag hátul nincsen, hanem ott már csak épp, hogy itt egy lámpa van, és akkor ez itt fog elmenni. Hú, gyerekek, nagyon szeretem, hogy van ilyen nagy dolgok vannak itt. Nagy dolgok vannak. Hallgjátok, miről beszélek. Na, építsük tovább. Ebből a blokkból tudjuk megépíteni, de elvileg ez egy light blokk, szóval elég jó, ha lehet vele dolgozni. Ezt nem szedtem ki. Az a baj, hogy ugye egyesével kell rakosgatni, de hát nem egy nagy konzt. Nem tudom, többet egyszerűen nem tudok, úgyhogy ha azt akarjátok írni, hogy a Wizard Keeper mint az őrült, hát nem lehet ezt így. Sajnos nem megoldható. Viszont ez a... Vaj, modolt! Scrap néhány gyerekek, ez baromi jó. Oké. Jó. És akkor... Ez nem pont úgy sikerült, ahogy akartam. Várjatok egy pillanatra. Mindjárt. Nem egy kunsz, csak... Egy kell egy ilyen kis csúcsának lenni, ahol majd fordulni fog. Úgyhogy ezt itt... Egyszetős lesz. Tényleg meglepődtem, hogy hova tűntek a blokkok, de gondolom a mod miatt ugye eltűntek. Na és akkor ugye itt lesz egy forduló rész. Itt lesz egy forduló rész, és ez úgy lesz megoldva, hogy ugye, és ezt így magamnak már így kialakítom, hogy igen, az első szekció, ha megfigyelitek, az első szekcióba fordul. Nem, hát igazából össze van ragva. Így, itt lesz. És akkor itt fog csatlakozni az első és a hátsó szekció. Ennyi az egész, gyerekek. Itt viszont lehet, hogy le fogom ezt sarkalni, ugye? Ugye meg is látjátok, hogy miről beszélek. Meg is csináljuk, gyerekek. Ezt a hátsó szekciót csináljuk már meg akkor faszára, nem? Így gondoltok. Azért kell lesarkalni, ugye, hogy teljesen el tudjon fordulni. Mert egymáshoz képest a kettőnek valamilyen szinte szögbe kell majd érkeznie. Ami nem biztos, hogy fog az menni úgy, hogyha... Így. Na, ilyesmire gondoltam. Oké. Nagyon kajak lesz ez, gyerekek. Itt egy hatalmas gépparkunk lesz. Végre meg tudunk építeni olyan gépeket, amíg... Végre meg tudunk építeni olyan gépeket, amíg... valóságfűek lesznek, és tényleg méretarányosak, nem csak ilyen kis pici valamiket. Nagyon kajak, nagyon tetszik, jó, és akkor ezt itt szintén kivesszük, és már is lesz a hátsó rész, ugye sárvédő teljesen lejön ide, az a baj, hogy nem tudom, hogy ez a kerék el fog-e fordulni így, és így lehet, hogy meg is kellene csinálnom valamilyen szinten, de szerintem el fog fordulni attól a izét, ugye? Hát el kell fordulnia. Így. Fel kell csapágyaznom egyelőre. Az elejét is meg kell építeni, de a hátulján ugye, ja, itt lesz a sárvéd, eddig jön le, de még figyelj, meg is építhetném a sárvéd. Figyelj, lengéscsillapító nincs, az vágjátok. Gondolom, az mindenki vágja, hogy nincs lengéscsillapító. Fix tengelyeken van, hogy lengéscsillapítást azt tudjátok mi adja, gondolom mindenki vágja. Egy dolog, na mi? Na mi adja lengéscsillapítást? Gyorsan mondjátok meg, mert megőrülök.
Na, ki írja le először? Semmi? Nem tudjátok? Lengés csillapítós gyerekek, a izé adja. Ilyen izé 45 fokos valamit keresek ám egyébként. Volt 45 fokos, hú van, na írva. A lengés csillapítást a Hi, az így leesik. Igen, ez majd színre lesz fújva, nincs semmi problémám egyébként, ne aggódjatok. Csak akkor már itt legyen normális. A lengés csillapítást egy dolog adja, a gumi. Remélem, hogy volt olyan ember, aki leírta. Okosan. Ne várjál már. Oda nem enged rakni? Miért nem enged oda rakni? Ne szórakozzál, Sanyi. Várjál. És ide miért nem enged rakni, barátom? Sándor. De hova enged, csak oda nem? Hát ne szórakozzál velem. Mi a szartól nem enged? A keréktől? A keréktől, gyerekek, nem tetszett neki a kerék, ott van. Lehet, hogy belelógott a izé, minek nevezik. Jó, és ez lejön ugye teljesen az aljáig. Viszont vissza kell raknom a kereket, hogy lássam, hogy mi a szituáció. Sőt, ez lehet, hogy már egy kicsit felesleges is volt. A kereket remélem vissza tudom rakni. Ha nem, nem jó, nem jó itt a dolog, nem engedi oda felrakni a kereket. Emiatt a szar mi a gyerek. Úgyhogy ez itt nem jó. Egy blokkal odébb kell raknom. És akkor a kereket felrakom megint. Most engedi, aha. Nem volt jó, nem volt fasz, jó van gyerekek. Figyeljetek, ez most nem azért mondom, bocs, ez nem 2 perc. Ez nem 2 perc. Igenis munkát akarok csinálni, végezni. Úgyhogy ez ilyen lesz. És megint nem engedi a kerekettől, hallod? Nem engedi egyszerűen a keréktől, hallod? Ez nagyon durva. Vagyatok, ide rakok egy ilyen blokkot, kíváncsi vagyok, hogy engedi. Ide hozom egy picit, azt megnézzük, hogy ott se engedi, vagy engedi. Hol enged már blokkot rakni? Ide enged blokkot rakni. Ide is enged blokkot rakni. Jó, akkor megint egy kicsit odébb kell hozni. Nem tudom, ez van gyerekek. Ez meg a levegőben maradt? Még egy blokk. Igen, az a baj, túl szoros neki, vagy nem tudom mi a szartól csinálja. De ez így nem jó. Hát megint, ugye. Nem engedi belelógatni a kerékbe, ez van. Itt se engedi. Kurva, jó. Ja, nem oda kellett volna, hanem a végébe, mi? Jó van, Creeper, hülye vagy, azért van, az a baj. Az a baj, hogy hülye vagy. Itt már no probléma lesz. Jó, hát figyelj, ez így lesz, és akkor... És a végén viszont ide be abba a sarokba kellene egy letörés. Mindjárt meglátod. Így. Oké. Okay. És akkor itt meg. Ezt le kéne hozni, és majdnem a izének. Igen, és majdnem a izének a vonalába lesz. Ez itt tökéletes lesz, gyerekek. Itt ezt le kéne hozni egyenesre. Még egyet ide rakunk, és akkor lehozzuk egyenesbe. És akkor itt van a sárvédő. A hátsó sárvédő, ugye nincs semmi. Az első sárvédőn vannak lépcsők. Ugye fellépő, és ez lemegy közel az alvázig. Nézem képet egyébként, most lehet, hogy ezt most így... Azt mondjátok, hogy haj, Keeper, nem lékezetből nem vagy, de én nézek képet, bocs. Jó, itt lesz a hátsó szekció, oké. Okay. Hát figyeljetek, akkor ezt én már be kéne vonnom. Fönn még nem szedtem ezt ki. Meg is kéne vonnom. És akkor konkrétan a hátsó rész, az kész van. Kész van, gyerekek, kész van. Ugye ezt akkor itt nem is tudom hol. Hoppá, valahova odarakta egy ízét. Lukkot. Sajnos. Ilyen baszott lassabb megy. Nem beszélünk csúlyát. Ilyen Minecraft-os stílusba kell izelni. Igen, egyébként három pontos felfüggesztést fogunk szerelni, működött, minden működjön. Gyerekek, az összes gépet, amit megcsinálunk, az működni fog. És egyébként írjatok tippeket, hogy milyen gépeket
Csináljunk még. Én akarok John Deere-t, mindenféle járművet. Kirovesszet. Ugye, oké, a kirovesz meg rábot kicsit hasonlít egymásra, de mégsem. Három pontos felfüggesztés a hátuljára majd mehet egy kicsit. Ugye a hátulját is teljesen realisztikusan fogjuk megcsinálni. Hát itt ugye beugrik egy kicsit a hátulja, azt lehet, hogy akkor be se falazzon, mert tényleg a hátulja ugye egy kicsit bejön a levelektől. Ugye kicsit kijebb a külső, ez a két vonal, ez kicsit mint a kijebb lenne. És ugye van egy ilyen letörés hátul is neki, szóval azt egy picit hagyjuk, mert az úgy nem lesz akkor jó nekünk, mert úgyis el kell bontanunk. Így. Ez lesz a jó gyerekek, nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. Igen, ezt így gondoltam egyébként ilyen lépcsőzetesre, szándékos. Nem cseszem el. Nagyon-nagyon tetszik. Már já, nem tudom lejjebb vinni. Ó, dehogy nem. Dehogy nem. Ezt az izért be kéne fejeznünk, ezt a... Az a baj, nagyon, de nem baj. Nagyon munkaigényes ez a Steiger. Stimmel? Igen, stimmel, csak itt már ugye megvan az oldala is csinálva. Várjál! Ja, ott megvan az izé, Megvan már a... Ja, hát nem teljesen, természetesen. Jó, filózok. Igen, itt azt mondjátok szögletes, de itt tényleg szögletes, mert ugye itt van benne a hátsó lámpa, ebbe a részbe, ide. Ott ezt majd megoldjuk, hogy legyen hátsó lámpa, no problém. Gondolkozok, igen, hát ezt ki kéne hozni ugye a sárvédőt, ha nem is teljesen, de elég rendesen ki van hozva. Ez azt mondja, hogy szerintem nem teljesen lóg ki a... Kicsit kilóg a kerék, mert azt akartam mondani, kicsit lógjon ki a kerék, ha már egyszer. Így, és akkor a hátsó lábat majd oda beszereljük. És akkor így. Na, ezt nagyon élem, nagyon élem. Végre egy igazi steigert tudunk csinálni, gyerekek. Hú, egy kicsit izé van már. Így. Csak hogy lássuk, hogy mekkorák a méretei végül is. Jaj, de jó lesz. Jaj, de jó lesz, gyerekek. Az igen. Na, hát ez így kell ezt csinálni. Így kell ezt csinálni. Várja. Mindjárt. Az gyárilag sarga. De majd ugye lehet festeni ezeket a... Remélem lehet festeni ezeket az objekteket, amit belépítkezek. Mindjárt megnézzük, hogy elcsesződjön. Hát igen, egy kicsit kilógatjuk a kereket, jó? Egy picit egyébként kilóg, hogyha balondos kerekek vannak fenn, akkor kilóg. Nem teljesen takar rá. Lehet, hogy még egy sort ugye dobhatnánk rá, de nem teljesen lók ki. Várjátok, egy festést próbáljuk már meg. Festést. Azt mondja, hogy kalapács helyé legyen festés. Nem tudom, hogy kell színválasztani. Hogy kell színválasztani, ki tudja. Hogy kell színválasztani, várja, biztos van kézikönyvben. Egy pillanat, megnézzük, hogy kézikönyvben van-e festésű valami. Ha nincs róla semmi, akkor majd izélünk. Ja, nem tudom, hogy van a festés. C kolor, vagy mit tudom, ha nem. Mi jó ez? Erre újra töltjük, jó. Inventory, nem? Hú, jó. Hát, talán ez, ugye? És akkor nézzük. Nagyon jó. Gyerekek, jók vagyunk.
Jók vagyunk, jó lesz ez, jó lesz ez. Mérete szerintem teljesen jó. Passz, nagyon király lesz gyerek, na na most elger. Szélessége is szerintem jó. Igen, nem olyan nagyon szép, hát ez igen, ez szerintem arányaiba teljesen eltaláltad, de ugye egy kicsit frégítjük majd. Hú, ez nagyon fasza lesz, ez nagyon fasza lesz, érdemes srácok. Ez nagyon jó lesz, gyerekek. Nézzetek képet hátuljára, minden onnan, azt meglátjátok, hogy kb. Oda úgy készül, ahogy kell. Bocs, hogy ennyit tökörészek vele, de most ez nagyon élem. Az ne legyen, az ugye fehér szokott lenni, úgyhogy ez marad. Sőt, meg ez ilyen szürkés, inkább majd fehér gumit, azt nem lehet festeni, ugye? Jó, nem. Oké, nagyon király, gyerekek. Állat lesz, állat lesz. Állat lesz. Jó van, gyerekek. Oké. Hát igen, itt még egy kicsit ezt ki kell lógatni. Ez túlságosan ki, mert még egy sort kell, és akkor ugye épp, hogy a kerékperemen lesz kint. Nagyon túlva lesz. Meg ugye az arányai is jók, nézzétek. Hát most egy ilyen kis törpök is tökösök vagyok. Ha normális méretű felnőtt ember lenne, hát akkor a kb. Akkora. Na, jó van, srácok. Annyi, hogy... Akkor következő részben folytatjuk, ha gondoljátok. És építjük. Írjátok le, hogy milyen gépeket akartok, és írjátok azt is le nekem, légy szíves, hogy szeretnétek ezt végig. Hogy egy rész az egy gép legyen, de az lehet, hogy több órás lesz, vagy pedig egy rész azért legyen részekre bontva. És akkor úgy csináljuk. Nagyon állat. És úgy akarom megoldani, hogy tényleg minden mozog rajta. A három pontos felfüggesztéstől elkezdve minden. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jövök a következő résszel. Csá! Az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarus a kaszmia, Taurus a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.